Köszöntöm Önöket, a mai műsort elő március 15-einek is titulálhatnám, de a kokárda készítésen kívül lesz még szó néptáncról és népdalról, valamint tavaszi bőrápolásról is. Mindezek előtt az édességeké a főszerep, vendégem Görömbei Sándorné, Venezdíjas cukrász, mindenki Irénke nénie mondhatnám. Szerbusz, üdvözöllek itt a műsorban. Szerbusz, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Igazi különleges édességeket hoztál ide újonnan a stúdióba, paleo sütiket és fagyikat is készítettetek. Mitől paleo egy édesség? A paleo étkezésnek az egyik jellegzetessége és fő alapelve, hogy nem fogyaszt tejet, nem fogyaszt cukrot és nem fogyaszt lisztet. Tehát ehelyett más anyagokat használunk a cukrás sütemények elkészítéséhez. Én enélkül nem is tudnék szerintem süteményt készíteni, de hát ezért nem vagyok cukrászmester. Milyen alapanyagokból, hogyan készülhetnek ezek a csodák, hogyha mondjuk először maradunk a süteményeknél? Hát íme itt az ékes bizonyítéka, hogy azért tej nélkül, cukor nélkül és tojás, illetve liszt nélkül is lehet süteményeket készíteni, és aki nem tudná azt, hogy ez paleo sütemény, az biztos, hát hogy nem mondanám meg. Hát meg nem voltam volna én sem, mert gyönyörű szép a tésztája, nagyon szép díszítések is vannak rajta, mindegyik ilyen könnyednek, finomnak tűnik, és hát biztos az is. De mik az alapok akkor a liszt és a tej, és így tovább nélkül? Hát, liszt helyett mandulaliszt, kókuszliszt, és magvak, tehát dió finomra darálva, mogyoró finomra darálva, mandula finomra darálva, tehát tészta készítéshez ezeket használjuk. Tej helyett tulajdonképpen az idei év újdonsága egy úgynevezett tépor, aminek víz hozzáadásával tejet, tejszint tudunk készíteni. Ugye a paleo étkezés nem engedi meg a tejet, eddig volt a kókusztej, a kókusztejszín, és ennek az volt egy picit a hátránya ennek a használatának, hogy a süteményekben bármilyen ízt állítottunk elő, egy picit a kókuszíz mindig előjött. Most idei évtől kezdve viszont kiváltotta ezt ez a bizonyos tépor, amiből a tejszint tejet lehet készíteni, és nincs kókuszíze. Tehát így a süteménynek az eredeti ízét tudjuk visszaadni. De ezeknél a süteményeknél is bőségesen lehet használni a finomabbnál finomabb gyümölcsöket, és hát ugye nagyon sok sütemény, például csokis. Melyek a különleges édességek itt? Mondjuk látok egy málna tetejű túrós desszertet. Ugye magát a túrót, mint tejet és tejterméket a paleo étkezés nem engedi meg. Tojásfehérje túró, tehát tojásfehérjéből készül a túró. És, tehát ez egy ilyen hamis túrós. Igen, süti. Így van, de megint egy más jellegzetesebb ízt ad, egy különlegesebb ízt, és ez nem krém, hanem egy túrós jellegű sütemény. És akkor ennek a tetején van zselatinnal, gondolom, zselé a mandula. Van, így van, bocsánat, a málna zselébe van beöntve, alatta pedig egy mandula felvertes, paleo felvert van, mert mandula liszttel készül. És mi van a fagylaltokkal? Nekem olyan furcsa ugye, hogy most már a fagylaltok is készülhetnek X-mentesen, meg Y-mentesen, hát itt van az abszolút egészséges paleo fagylalt. Lehet érezni az ízén amúgy, hogy valami hiányzik belőle? Valami nem olyan, mint az eredetinél? Vagy már abszolút nincs erről szó? Nem lehet érezni a különbséget. Tekintettel arra, hogy a teljes fagylaltoknál, itt most a teljes fagylaltból a csokoládé fagylaltot hoztam el, itt is teljesen csokoládé íze van, és ha mondhatom, az talán még finomabb, mint a másik fajta csokoládé. A gyümölcsfagylaltból elhoztam az erdélyi gyümölcsfagylaltot, de a gyümölcsfagylaltoknak a választéka az teljesen gyümölcsfüggő, mert minden fagylaltból el lehet készíteni. Cukorként a fagylaltokhoz almacukrot adunk, tehát ez is egy olyan barát, amit a paleo étkezés megenged. Azon kívül még a paleo tésztáknál én szeretném megemlíteni, van egy nagyon-nagyon jó édesítő anyag, ez az 1/4-es nulla kalóriás édesítő. Ez azt jelenti, hogy négyszeres az édesítő ereje, a nulla kalóriát ad, és
nem szívódik fel a szénhidrát a szervezetben. Tehát olyan szénhidrát van benne, amit a szervezet tulajdonképpen nem hasznosít, tehát egyáltalán nem szívódik fel, és cukorbetegek fogyaszthatják. Én nagyon sokszor olyan furcsán néztem rád, mert nem ismertem az adott kifejezést vagy terméket, de egyre több embert érint ez a dolog, és egyre több ember keresi ezeket az édességeket, mert nem tudnak lemondani esetleg a finomságokról, és ugye ez a kicsi tálca is mutatja, hogy mennyiféle édességet tudtok készíteni ti mesterek, és szerintem ez csak egy picike kis hányada. Tehát ez azt mondja, hogy 2, 4, 6, 8, 10 féle sütemény, akkor igazából a lehetőségek tárháza az végtelen? Ez nagyon széles a lehetőségek tárháza. Természetesen ugye, amikor az alapanyag forgalmazók egy új alapanyagot kihoznak, illetve forgalomba hoznak, akkor nekünk meg kell tanulni ezzel dolgozni. Tehát teljesen másképpen viselkedik a mandulalisztes felvert például, teljesen másképpen viselkedik a tejszín, ugye kókuszzsírt, kókuszvajat, vagy most például egy nagyon-nagyon jó dolog, ez is most jött ki ez évben, a tisztított vaj. Tehát ugye ezt tehát a sima vajat a paleo étkezés nem engedi, de a tisztított vajat már igen. És ezzel megint egy lehetőség bővült, mert tudunk ugye krémet habosítani, mert a kókusz zsír tulajdonképpen, mint zsíradék megvolt, de az nem igazán habosodik, tehát így most már tudjuk a süteményeknek a töltelékét, és sokkal lazábbá, sokkal barátibbá tenni. Keresik sokan amúgy ezeket a termékeket, akár mondjuk a paleo fagylaltokat, vagy a paleo süteményeket? Keresik. Én azt szoktam mondani, hogy a vendégkört, aki paleót fogyaszt, három csoportra szoktam osztani. Az egyik csoport az, aki azért fogyaszt paleót, mert azt mondja, hogy ez hű, de sik, meg ez a divat, meg ez a módi. Kettelésből. A másik kör az, aki mondjuk azt mondja, hogy miatt életmódot váltok, és csak paleo étkezéssel fogom az életemet ezentúl élni. A harmadik csoport, és azt hiszem talán ennek van a nagyon nagy jelentősége, akik úgynevezett ételintoleranciában szenvednek, vagyis valamire érzékenyek, tehát nem ehetnek glutént, nem ehetnek szénhidrátot, vagy csak nagyon keveset, tejet nem fogyaszthatnak, tehát tulajdonképpen nekik elengedhetetlen az, hogy ezeket a termékeket fogyasszák, mert ők mást nem ehetnek. Ezt a végére csak a vicc, de a plusz információ kedvéért is hagy említsem meg neked is, illetve a nézőknek is, hogy én pár nappal ezelőtt tudtam meg, hogy a gluténérzékenyek adókedvezményt kaphatnak, és az adókedvezményből nagyon finom paleósütiket lehet ám vásárolni szerintem. Én nagyon szépen köszönöm, Irinke néni, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és maradj még velünk, mert bemutatjuk a Castelfelice-t, ez az egyik legújabb színházi darab, erről készült egy kis összefoglaló itt a Weekendben. A Castelfelice egy 1958-ban játszódó színdarab, de nem Magyarországon játszódik, na 56-os témájú, hanem egy kivándorlóhajón, aminek a fedélzetén 8 magyar utazik Ausztráliába. És azokkal a kérdésekkel foglalkozik a darab, amit ez a 8 szinte véletlenszerűen összeválogatott magyar a világ túlfelén feltesz a másiknak, hogy az utóbbi évtizedekben, amiken keresztül mentek, azért ki felel, ki nem felel, lehet-e hibáztatni valakit, van-e, ez egy krimiszerű színdarab, tehát az is felmerül, hogy van-e köztünk gyilkos, és ha van, akkor mi a teendőnk vele a világ túlfelén, ahol már mit számít mindez. Milyen próba folyamaton vannak túl, hogyan sikerültek a próbák? Nem panaszkodom, hát természetesen ez egy komplikált helyzet, mert én ugyanúgy vagyok itt főrendező, és alig néhány héttel azután, hogy elkezdtem az itteni munkát, rögtön próbálnom is kellett, tehát nyilván ilyenkor hozzáadódik mindenféle ez az egyébként is nagyon sebezhető helyzethez, mint az előadás csinálás, de úgy érzem, hogy szarvas hibát nem vétettünk. A színház igazgatóval közös választások volt, hogy bemutatják ezt itt Nyíregyházán? Ez az én javaslatom volt, szerettem volna újonnan jött főrendezőként egy olyan darabot választani, ebben 8 többé-kevésbé egyenrangú szerep van. Valamint nekem valamint olyat,
amiben olyan témával foglalkozhatunk, ami már távol van eléggé ahhoz, hogy történelminek tűnjön, de közben mégis élő és lezáratlan kérdéseket taglaló. Tehát nem akartam egy aktuális politikával foglalkozó színdarabot, de nem szerettem volna királydrámát sem, hanem szerettem volna olyasmit, amiben, hogyha valaki a történelmi nézőpont iránt érdeklődik, akkor abból tud válogatni, hogyha van a családjában vagy a közeli ismeretségében 56-tal vagy az utóéletében kapcsolatos lezáratlan ügy, akkor meg azzal tudhasson benne foglalkozni. És Hanvai Kornélt rendezett már korábban? Igen, nekem a diplomarendezésem is egy hanvai darab volt, Pokol című, négy szereplős színdarab, én nagy rajongója vagyok az ő dráma művészetének, izzig-vérig színpadi gondolkodásmóddal átitatott szerző, csak hálás helyzetben lévő szereplők bújnak elő a tollából, úgyhogy ezzel a darabbal is szinte mondatról mondatra minden pillanat élvezetes elfoglaltság. És hogy érzi magát itt Nyíregyházán új főrendezőként a színházban? Nem panaszkodom. Természetesen vannak nehéz részek, de hát legyenek is, milyen legyen könnyű. Úgyhogy nem, egyáltalán egy rossz szavam nincsen. Az beilleszkedésem, a hatékonyságom, az odafigyelésem, az érzékenységem az folyamatban van, nem áll rosszul. Ha velem valaki akar beszélgetni, akkor állok rendelkezésére latinul, vagy ha nem tud, hát akkor ógörögül. Maga tud ógörögül? Mindenki tud ógörögül, csak a neje. Igen, a díj lesz. Good morning. Én vagyok a vízvezeték szerelő. Útis emoi gonoma, út in de me, kiklész kúszín. Jó, hogy eszembe jutottam. Elkérjük a szemüveget. Elnézést. Azt mondta ógörögül, hogy szemüveg. Nem ülünk le. Kit alakít az előadásban? Egy nyelvész professzorról van szó, aki klasszika filológus, görög-latin tanár, és hát az 56-os események valószínűleg, hogy politikailag mindenféle polgári szempontból megviselték őket, és közvetlenül már november hónapjában menekülnek az országból. Feleségestől ketten már, úgy értve. Milyen ez a karakter, az ön karaktere? Ez egy valóságos ember. Hanvai csodálatosan írta meg ezt a darabot, én nagyon kedvelem. Mind képszerkezetében, mind figurálisan ábrázolt embereket. Remek. Pompás érzés játszani, szórakoztató, remekül próbáltunk, és Pali úgy vezette ezeket a próbákat, ahogy elő van írva. És vendégként hogyan érzét magát Nyíregyházán? Én visszatérő vendég vagyok, mert 10 évvel ezelőtt voltam igaz utoljára a Kazimér és Karolinban, de én szeretem ezt a színházat. És kedvelem az embereket benne, a munkatársakat. Semmilyen paraszt nem illeti őket. Jó napot, királyom! Tudják esetleg... Valaki öngyilkosztett! Azt mondják, egy német. Szerintem Szicília után nem bírta. Meglátta a parton. Meg hat! Igen, valószínű. De ez az úr látta is, nem szólt! Hagyd már abba! Na. Nem fizetem a szép 100 márkát, hogy öngyilkos legyen! Ezek kérem úgy néz ki, megengedhetik magukat. De az úr gyászszünetet tartott! Menjünk már, fia! Az 1848-49-es szabadságharc nemzeti identitásunk egyik alapköve. A témával kapcsolatosan beszélgetek a múzeum munkatársaival. Itt van Bene János múzeumigazgató, valamint Román Ágnes múzeumpedagógus. Szervusztok! Ti is készültök egy nagyon szép és színvonalas rendezvénnyel, kokárdás napot tartotok. Mikor és miért? Természetesen a napján, március 15-én tartjuk a kokárdás napot, és hát az, hogy miért, hát egy múzeumnak kötelessége ezen a napon egyébként is nyitva lennie, de hát kötelessége a hagyományokat ápolni, a hősök iránti tiszteletet felébreszteni, ahol még ez hortyog, ahogy mondta annak idején Jósa András, úgyhogy mi ehhez tartjuk magunkat, és kokárdás napra várjuk a kedves látogatókat. És ha már kokárdás napot tartotok, akkor engedjetek meg egy kis kulisszatitkot a nézőknek is. Mellettünk, mögöttünk pár méterre arrébb óvodások készítenek különböző piros-fehér-zöld kis apróságokat, többek között szerintem kokárdát is, illetve kis zászlókat. A beszélgetés alatt folyamatosan láthatnak majd egy-két képet, hogy hogyan készülnek az óvodások, az óvodapedagógusok segítésével. Természetesen majd a múzeumban is lehet különböző
piros-fehér-zöld díszeket készíteni otthonra. Ágnesék is hoztak például hűtőmágnes madárkákat, illetve vannak szívecskék is, ez akár például ajtódísz is lehet például. Jól gondolom? Igen, akár nagyon lehet, szép. De a másikra mágnes tettünk, úgyhogy akár az is hűtőmágnes is lehet, igen. Tehát akkor a kézműves foglalkozások is lesznek. Az is lesz természetesen, de hát Pilvax kávéházba várjuk a kedves látogatókat, ahol nagyon finom teát, Kossuth kiflit, és most kávét is fogunk felszolgálni, de természetesen gyűjteni kell hozzá a játékok során a Kossuth bankót, mert nem csak úgy van az, úgyhogy a játékok során összegyűjtött Kossuth bankókkal lehet majd a Pilvax kávéházba elfogyasztani ezeket a finomságokat. Mindjárt visszatérünk még a programokra, de látok egy nagyon különleges dolgot igazgató úr előtt. Mi van itt az asztalon? Ez egy Kossuth levél. Egy Kossuth levél. Kossuth levél, így van, amelyet most a Ceglédi Múzeumból kértünk kölcsön. Ezt 1870-ben Kossuth Lajos Cegléd városának írta, és az az érdekessége, hogy ugye már túl vagyunk a kiegyezésen, már mindennek vége, de Kossuth, ahogy ugye a kiáltás címe is lesz, azt mondja, hogy hitvallásom istensége, hazánk függetlensége. Tehát ő még akkor sem adta fel azt, amit megjósolt 67-ben Deák Ferencnek, hogy szép-szép a kiegyezés, de nagyon rossz vége lesz. Hát, az is lett. És hát lesz egy másik Kossuth levelünk is, amelyet viszont a József András Múzeum őriz, amely nem ennyire politikai, hanem inkább személyes jellegű dolog, hiszen az öreg Kossuth a 80-as években megengedte magának, megengedte azt, hogy őt Parlagi Vilma, egy akkor ismert festőművész lefesthesse. Tehát ugye Kossuthnak a fia, Kossuth Ferenc, aki később ugye miniszter is lett, egyébként építészmérnök volt civilben, úgy tetszik, ő is szeretett festeni, és ő is lefestette az apját. És akkor ebben a levélben azt írja az öreg Kossuth a fiára, Kossuth Ferencnek, hogy szép-szép ez a két kép, de nekem a tiéd jobban tetszik. Igen, ez tényleg egy ilyen lazább hangvételű személyes levél. Igen. Ezek szerint ezeket is meg lehet akkor nézni majd 15-én a múzeumban. És hogyha sok bankót gyűjtöttünk, akkor mire lehet ezt beváltani? Csak a Pilvax kávézóban, vagy esetleg máshol is? Ez csak a Pilvax kávéházban, persze. De még egy nagyon pici gondolattal térjünk már vissza a kiállításra, mert hogy elhoztuk ám Ceglédről Kossuthnak az eredeti utazótáskáját, az Attiláját, úgyhogy ezek is megtekinthetők lesznek aznap. Illetve, hát Szolnokról érkezik hozzánk a Jászkun hadi alapítvány, egy hagyományőrző csapat, és ők egész nap folyamatosan fegyver, viselet és egyenruha, köszönöm szépen, egyenruha bemutatót fognak tartani a kiállításba, illetve 12-kor, tehát pontban délbe, és 15 óra 30-kor díszlövéseket adnak le a múzeum udvarán, úgyhogy lőni fogunk újfent. És mikortól érdemes már a múzeumban látogatni majd 15-én, tehát már a reggeli órákban? 10 órakor még kinyitjuk a kaput. Órakor. Igaz, hogy akkor lesz a város ünnepség is, de hát, hogy a város ünnepségnek vége lesz, akkor már lehet jönni hozzánk, de 10-től akinek olyan kedve van, már jöhet, és akkor ott lehet egészen 4 óráig. Délután 4-kor, akkor lesz a kapuzárás, és akkor megköszönjük mindenkinek, hogy velünk volt. Van egy lúdtól is az asztalon. Ennek milyen funkciója lesz? Akár ezzel írhatnak is majd? Persze, hát ezt soha nem hagyjuk ki. Azért igyekszünk mindig új és új játékokat, úgyhogy most is vadonatúj játékokkal készültünk, de a lúdtollal való írás azt soha nem hagyjuk ki, hát hiszen abban az időben ez csak ez volt. Úgyhogy igen, ki lehet próbálni tintába mártva, és akkor írni lehet vele. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor ezúton felkérem önöket, hogy március 15-én 10 óra tájt mindenképpen látogassanak el a múzeumba. Kokárdás napot tartanak, és találkozhatnak többek között Bene Jáni bácsival, Román Ágival is, illetve a Kossuth levelekkel is. Én pedig átsuhanak az ovisokhoz, köszönöm szépen még egyszer, hiszen ők ügyködtek folyamatosan, és hát rengeteg minden készül. Óvoda pedagógusok segítik a munkáját, Kugler Henriné és Olaszné Kovács Erika, szervusztok! Szervusz. És sziasztok, gyerekek! Szervusz.
Csókolom. Jaj, csókolom már, megint megkaptam, de hát ez egy ilyen dolog. Hogyan készültök március 15-e előtt az óvodás csoportokkal? Mi az, amit szoktatok készíteni, akár mondjuk ilyen kézműves foglalkozásokon belül, vagy miket meséltek nekik? Hát ráhangolódunk teljesen a ünnepre, a készülődésre. Igyekszünk minél több parkácsolással, különböző kis díszeket, kokárdákat, zászlókat készíteni a gyerekekkel, és teljes mértékben átalakítjuk a óvodát, feldíszítjük a csoportszobákat, beszélgetünk az ünnepről, beszélgetünk, hogy mi történt, akkor természetesen mindent az ő nyelvükön. Aha. Úgyhogy most nagyon nagy várakozással vagyunk az ünnep előtt, mert mindenki tesz-vesz, sűrök forog az óvodában, készülnek a gyönyörű munkák, a gyerekek verssel, énekkel, különböző kis műsorral készülünk. Amikor... Azt hiszem, hogy a fiúk biztos élvezhetik ezt a dolgot, hiszen csodaszép csákójuk, vagy ilyen vitézkalapjuk van. Nagyon jól áll nektek. Ez is ráhangolódás az abszolút ünnepre. Abszolút. És ők mit csinálnak? Mit készítenek? Mit készítetek? Kokárdát. Kokárdát. Méghozzá, hogyan készítjük? Van egy körlap, ugye? Van egy körlap. Hajt... És arra ráragasztjuk a meghajtogatott kis papírokat. Összedugdossuk, és elkészítjük. És felragasztjuk. Egy zöld, akkor ezt azt gyorsan, mondja, hogy 8 ilyen darabot így kell van készíteni, és akkor mutassuk meg az elkészültet, mert ugye a félkész állapotokat látják a nézők. Az elkészült pedig így néz ki, hogy ezt a 8 kis részt, ahogy említetted, egy kör alakú lapra így rá ragasztjátok, és akkor ez ékessége lehet a lakásnak is akár. A lányok mit készítenek? Katonákat. És milyen katonát? Mi, hogy nevezzük a, ezt a katonát? Magyar katona. Még pedig hú? Huszár. Huszár. Itt van a huszár prototípus, megmutatjuk. Itt van a huszár prototípus, nagyon aranyos. Igen, azt látom, hogy különböző kis gombokkal van összetűzve. Igen, és mozgatható így a keze meg a lába. Illetve készítettünk még egy kis akár dísz, vagy akár ceruzatartó is lehet, ami szintén milyen színekből van? Piros, fehér, zöld. És miért, ez a miért magyar pont? Föld. Igen. Ismeritek ezt? Igen. Biztos ismeritek, biztos hallottátok már. Na, mit tudsz? Piros, fehér, piros, Angolország tilos. Ez is érdekes. De visszatérve erre a kis ceruzatartóra, ez is egy roppant egyszerű és látványos dolog. Ha jól látom, akkor WC papírguriga az alapja? Igen, és azt tüntetjük el ilyen szép színes papírral, igaz, bevonjuk, és készítettünk rá egy gyönyörű tulipánt, ami nem is akármilyen színű, hanem nemzeti színű tulipán, igaz? Az is, ez a piros-fehér-zöld színben pompázik. Én nagyon sokszor látom különböző óvodás csoportokat, Nyíregyházan a Petőfi téren, ahogy ugye ott a szobornál, meg a parkban mondjuk kis zászlókat leszúrnak, vagy akár mondjuk a Kossuth téren, ez jellemző a kertvárosi óvira? Így van. Idő engedi, akkor átsétálunk, és elvisszük a kis zászlókat, vagy amit készített a Petőfi szoborhoz. Természetesen tudják, hogy ki volt a Petőfi Sándor, tanulják a versét, és az ő nyelvükön minden eseményről megfelelő tájékoztatást kapnak. És az óviba ünnepeljük meg, tehát az az ünnepség, az minden évben megvan, amit közösen az összes csoport az aulába összegyűlünk is, és egy nagyon ünnepies hangulatban mindig változó programmal, vagy énekelnek az óvónénik ilyen 48-as, 1848-as dalokat, ami ideillik, vagy bábozunk a gyerekeknek, illetve mind a kettőt is szoktuk. Ez milyen érdekes, amit említettetek mind a ketten, hogy bábozunk, meg az ő nyelvükön megközelíteni ezt az egész dolgot, ugye az, hogy mi történt 1848-49-ben. Figyelnek a gyerekek, érdeklődnek? Inkább a fiúk, lányok? Mit tapasztaltok? Vegyesen. Annyira érdekes számukra a múlt, hogy felidézzük, elmondjuk nekik, hogy mi volt akkor, hogyan, és kérdeznek is, és rácsodálkoznak mindenre, hogy szegények, gazdagok, és hogy nem volt cipőjük, nem volt óvoda, nem járhattak iskolába, és hogy ezáltal mi történt, és akkor ezt a folyamatot természetesen többször, és kérik is, hogy meséljük el nekik, kérik. Tanulják, nagyon szeretik ezeket a dalokat, és a kis tavaszi dalokat, a kis indulókat,
Úgyhogy szinte, ahogy meghallják, egy-két ismétlés is meg is tanulnak mindent. Hát igen, ez a jó a gyerekeknek, hogy tényleg elénekel egy óvónéni egy dalt, és már másodjára, harmadjára együtt zengi az egész csoport. Központosított ovis rendezvény lesz most idén is nálatok, amit említettél? Igen, igen. Uh-huh. Ez egy hagyomány nálunk. Tehát az gondolom nem a napján, hanem előtte vagy 14-én. Utána. 14-én, igen, igen. Akkor a gyerekek megfelelő öltözetben jönnek, mert ugye ez is része az ünnepnek, ezt is megtanítjuk nekik, hogy egy ünnep alkalmával hogyan kell felöltözni. Feltűzzük a... Mit tűzünk ide föl? Mit tűzünk ide föl? A kokárdát, és egy nagyon bensőséges kis ünnep lesz az óvodánkban. Én nagyon... Igen? Meg szoktuk hívni a régi tagovodáinkat is erre az ünnepségre. Tehát nem csak a saját óvodánk, hanem a Felsősimai, a Mandabokri, illetve és akkor ilyenkor tényleg egy ilyen hatalmas ünnepség van március 15-e alkalmában. Várunk benneteket, hát remélem, is el tudtok jönni. 14-én ott a helyünk, igen, akkor ezek ez szerint. Nagyon-nagyon szép és nagyon bensőséges ünnep az óvodánkban. Na, a gyerekek, amíg még készítik ezeket az alkotásokat, a különböző huszárfigurákat, illetve kokárdákat, mi elmegyünk, nem is tudom, melyik kamerában nézek, mi elmegyünk, hiszen a híradó következik, és utána érkezik majd a Weekend második része. Maradjanak velünk itt a Kölcsei Televízión.